Most pedig nézzük meg Saul, azaz Pál Kolosséjakhoz írt második levelét, levelének második fejezetét, ami az egyik legdurvább torzítása annak, ahogyan, a, ahogyan Saul leveleit félreértelmezik az emberek, talán ez a legborzasztóbb az összes közül, de nézzük meg, hogy mit is ír, miről is ír Pál valójában. Így ír, itt kezdődjük, mert akarom, hogy tudtatokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti és azokért, akik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint a testben, hogy vigasztalást vegyen az ő szívök, egybeköttetvén a szeretetben, és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Elohim és az Atya, és a Hamásiák ama titkának megismerésében, melyben van a bölcsességnek, és ismeretnek minden kincse elrejtve. Mi is ez a titok, az pedig nem más, mint a mindenható instrukciói. Ez az, amiben el van rejtve a bölcsesség, illetve az ismeret. Ez az, ami a bölcsesség, illetve az ismeret. Az Elohimnek félelme a bölcsesség kezdete, a mindenható félelme. Aki szeret engem, parancsolataimat megtartja stb. stb. Ezek a mindenható parancsolatai. Erről beszél, mint ahogy erről beszélt, mindvégig. Az, hogy nekik milyen tusakodása van, neki milyen tusakodása van Laodiceában, annak utána kell nézni mindenkinek, hogy megértse azt, hogy ez a levél mire íródott, miféle, miféle körülmények előzték meg ezt a levelet. Nem lehet csak úgy elkezdeni olvasni egy levelet mindenféle eh, elő, Ismeretek nélkül. Mert aztán az ember téves következtetésekre jut, ahogy a legtöbben arra jutottak. Ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket ráneszedjen hitető beszéddel. Mint, mint ahogy ha másiák figyelmeztetett minket, hogy mi lesz a jele az eljövetelnek, ugyanazt mondja Saul, ezt pedig azért mondom, hogy valaki titeket ráneszedjen hitető beszéddel. Mert jó lehet, testben távol vagyok tőletek, mindazáltal a lélekben veletek vagyok. Örülvén és látván ti köztetek a jó rendet, és ha másjából vetett hiteteknek erősségét, mi lehet a jó rend, és mi lehet a hit? A jó rend az az élet, ahogyan ők élnek, ahogyan ők viselkednek. Az pedig a parancsolatok követése, illetve a megváltóba vetett hit. Tehát így nem kell állatáldozatokat hozniuk. Megértették azt, hogy miről szól ez az egész. Hogy Izraelt visszahívja magához a mindenható, és minden pogányt vele együtt később. A jó rend az a parancsolatok szerinti élet, és Hamásiákba vetett hit. Mind a kettő. Azért, amiképpen vettétek Hamásiákja Jahusát, Adonájt, aképpen járjatok ő benne, arra figyelmeztet itt, hogy úgy járjatok ő benne, amint láttátok, a, a, amiképpen vettétek, ahogyan láttátok, ahogyan emlékeztek rá, úgy járjatok. Úgy kövessétek a parancsolatokat, ahogyan ő. Nem az, hogy hagyjátok abba, meg csináltok, amit akartok, meg gondoltok. Azt mondta, hogy ugyanúgy járjatok benne, ahogyan azt megtanultátok tőlünk mint ahogy minden apostol minden tanár követte az utasítását. Meggyökerezvén és tovább épülvén ő benne, és megerősödvén a hitben, amiképpen arra tanítattatok, bővölködvén abban hálaadással. Így erősödik meg a hit, így épül tovább, ha ő benne járnak. Nézzük meg a másik fordítást a 8-as verstől. Vissza fogunk térni a Károlyhoz, de nézzük meg ezt most. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket valamilyen filozófiával, értelmetlen okoskodással, vagy emberi hagyományokkal, melyeket a világot uraló hatalmasságoktól, és nem ha másiáktól származnak. Karácsony, vasárnap, húsvét, sonka, tojásfestés, bármit lehet enni, bármit lehet csinálni bármikor, stb. stb. El lehet válni, nők lehetek papok, és a és a Ez az értelmetlen okoskodás, a filozófia és az emberi hagyományok. Ennek semmi köze, innentől kezdve lehet tudni, hogy ennek semmi köze nincsen a mindenható törvényeihez, az eltörléséhez. Ez az emberi tradíciókról beszél mindvégig ezek után. Erre hívja fel a figyelmet. Meglássátok, hogy senki ne legyen, aki bennetek zsákmányt vett a bölcselkedés és üres csalás által, mely emberek rendelése szerint a világ elemi tanításai szerint, és nem a másiák szerint való. Mi az, ami a megváltó szerint való tanítás volt? A mindenható parancsolatai és törvényei és rendelései és instrukciói. Azaz, ahogyan ő élt, ahogyan ő tanított. A másik pedig az emberek tanítása. Erre figyelmeztet, hogy ne menjenek vissza ugyanahoz a farizeusi életformához és tanításhoz, a babilóniai, talmudi eh, hagyományokhoz. Mert ha másságban lakozik, Elohim egész teljessége emberi testben, ti pedig, ha másságban teljesedtek be. Mert úgy kell élni, ahogyan a megváltó élt, és akkor lehet az ember olyan, mint Elohim. Persze az ember nem lehet, hiszen nem tud tökéletesen élni, de az nem azt jelenti, hogy nem kell próbálkoznia. Ha másiák volt, a megváltó volt a tökéletes példa, ahogyan az Elohim, a teremtő élne a Földön, ha ő itt élne velünk ma. Akkor hogy élhetnénk mi másképpen? Hogy élhetnénk mi úgy, ahogy akarunk? Vagy csak félig úgy, vagy nem is figyelve rá? Ha másiák az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik, mert az a törvény, Mindenki fölött uralkodik. Következő 10 11 es. Akiben körül is metéltettetek, kéz nélkül való körülmetéléssel levetkezvén az érzéki bűnök testét ha jár, körülmetélésében. Ez. Benne való hitát a szellem értelemben benneteket is körülmetéltek de ezt nem emberek tették, hanem maga hamásiák. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Már a ki? Ez nem azt jelenti, hogy az, aki mondogatja, hogy ő hisz, vagy aki azt hiszi, hogy ő hisz, az ide tartozik. Ez csak azt jelenti, hogy aki úgy is él, és hisz, az az, aki ide, akiről ő beszél most. Nem azt jelenti, hogy mindenki, aki úgy gondolja, hogy ő oda tartozik, az oda tartozik azt tartozik oda, aki úgy él, akinek a cselekedetei bizonyítják azt, hogy ő, ő szellemi értelemben körülmetéltetett. Nem aki mondogatja, hanem aki úgy él. Az a bizonyítéka arra. Ha mindenki, aki mondogatná, így lenne, akkor lenne 1,3 milliárd ember a Földön. De annyi sajnos nincs. Elohim ugyanakkor, ha másjákkal együtt fel is támasztott benneteket, mivel hittetek a hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor feltámasztottak a mássiákat a halottak közül. Az ember, ha megtalálja azt a hitet, akkor onnantól kezdve úgy fog élni, és onnantól kezdve ő is része ennek a királyságnak, hiszen végéli az életét úgy, hogy a parancsolatokat, instrukciókat követi de nem úgy, hogy azt gondolja, hogy ő jó, meg ő, ő szeret mindenkit, meg ő elfogadja ezt, meg azt, meg amast, de közben nem csinálja. Ez a lényeg. Ez erre vonatkozik, nem arra, ez nem egy érzés, ez nem a világnak a szeretete, amit a világhirdet, a szívek, meg a, a béke, meg az egyesülés, meg hogy mindenki egy. Ennek semmi köze nincs ahhoz. Ez az alázatról és az engedelmességről szól, és arról, hogy hogyan kell élni ahhoz, hogy valóban. Szellemileg körülmetért legyen az ember, és valóban része legyen, ha más játnak. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Az emberi tradíciók, illetve a világ szeretete. És ez, ez ugye halált jelent, hiszen az, az a mindenható parancsolatainak ellentmond, hogy vagy ezt csinálja az ember, vagy azt. Ha ezt nem követi, csak mondja vagy gondolja, akkor nem tartozik bele ebbe. Elohim azonban Hamásiákkal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket, amiket elkövettünk a múltban, megbocsátotta, nem a jövőben, hanem a múltban adóságlistánkat, amely azzal vádolt bennünket, hogy felsorolta az Elohim törvénye ellen elkövetett védkeinket, oda szegezte a keresztre, és ezáltal azt végleg eltörölte. A múltbeli bűneinkről beszél. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból oda szegezvén azt a keresztvára. hogyan lehetne ellenünk az, hogy ne lopj, vagy hogy ne csaj, vagy hogy a szombatnapon ne dolgozz, vagy hogy, vagy hogy ö, nem is értem, hogy hogyan lehetne ellenünkre az, hogy ne egyél disznót, mikor mindenki tudja, hogy ez egy, 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 egy ö, mocskos dolog. Vagy az a mindenható ünnepei, hogyan lehetnének ellenünkre? Vagy hogy ne plegykálj, vagy hogy ne beszélj állandóan másokról. Vagy ne káromkodj, vagy, vagy ne hogy Ezek hogyan lehetnének ellenünkre? Abszolút nem erről van szó. Az állat áldozat az egyik része, ami ellenünkre volt. Mert abból nem lehetett megváltást nyerni. Hiszen az nem működött, hiszen az emberekben nem tudatosult az, hogy az az állat, aki ott meghal, az érte hal meg, az ember nem érzett semmit. Most azonban látta a másiák áldozatát, hogy meghalt ez az ember, ő érte. És így ebben hisz, ez az, ami meggátolja abban, hogy bűnt kövessen el, mert érti annak az áldozatnak a jelentőségét. Mindaz, aki továbbra is bűnben él, aki tudja, hogy mit lehet és mit nem, és megteszi, az nem fogja fel ennek a súlyosságát hogy mit jelentett az az áldozat. Mindez, aki továbbra is eszi a disznót, továbbra is úgy él, mint a világ, csak mondogatja, hogy ő hisz, az nem fogta fel ennek a súlyosságát és ennek a jelentőségét. A keresztvára soha nem a mindenható törvényeit szegezte, hiszen azok nem lehettek ellenünk, ellenünkre. Hogy, hogy is lehetett volna? Lefegyverezvén a fejedelemséget és hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadalt vévén rajtok abban, hiszen megmutatta a világnak, hogy mik az igazi parancsolatok, nem mik az emberi parancsolatok, mik azok a farizeusok, amiket összeszedtek, hanem hogy hogyan kell élni pontosan. Most már senki nem mondhatja azt, hogy nem tudja, hogy hogy kell, hiszen ott van előtte az élő példa, erről szól az egész új szövetség. Ennek ellenére nem csinálják az emberek. Így fegyverezte le a fejedelemségeket, hogy példát mutatott nekünk, és megmutatta az utat. És az ő áldozata által mi el tudunk jutni, ha hiszünk benne. És ha hiszünk benne, úgy fogunk élni ez az út. Na, ennek fényében, amiről eddig szó volt, érdemes elolvasni ezt a részt, amit mindenki imád koloséjakhozból. És így lesz értelme, így lehet érteni, így értheti meg az ember, hogy miről beszél valójában, saó Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, avagy ünnep, újhold, vagy szombat dolgában melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, a valóság azonban hamásiáké. Természetesen nem arról van szó, hogy ezek a dolgok azok, amik eljuttatják az embert a királyságba. A hit az áldozatban, ami eljuttatja azonban, ezek ahhoz szükségesek. Azt mondja, hogy ne engedjék a farizeusoknak, akik akkor uralkodtak, hogy megítéljék őket azért, hogy ők hogyan esznek, mint ahogy ma teszik, hogy ó, te zsidó vagy, te nem eszel ezt, azt, azt, ó, te zsidó vagy, te ünnepled a páskát, vagy ó, te zsidó vagy, te a sabbatoról beszélsz. Ugyanez volt akkor. Ne engedjék meg Nem azt, hogy azt csinál, amit akar, hanem hogy ne hagyja azt, hogy mások eltérítsék, hogy visszatérítsék ugyanarra a rossz útra, amin eddig is jártak a farizósok tradíciói alapján. Hogy ne ítéljék meg őket az evésér, ivásér, ünnep újhott szombat dolgában mert ők össze-vissza az új holdat, mint most, hogy a, mikor jön fel a, 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 az új holdnak az első karimája, meg mi, így van a szombat, meg úgy, meg össze-vissza. Hogy ne hagyják magukat, hogy, hogy, befolyásolják ezek. Senki tőletek a pálmát el ne vegye kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztel tisztelésében, amelyeket nem látott, olyakat tudakozván, ok nélkül felfúvalkodván az ő testének értelmével. Ne engedjétek azt, hogy visszatérítsenek benneteket ezekhez a tradíciókhoz, amik a farizeusok, írástudók, babilóniai talmud, és a többi, és a többi. Ne engedjék, hogy újra beszivárogjanak a, a, a közösségbe, mint ahogy minden egyes levelében tett a, a galatákhoz, a rómaiakhoz, mindenhol ez volt. jól futottatok egy ideig, de aztán vissza, Estetek, ne, ne engedjék, hogy újra ez megtörténjen. Hogy azok azt kezdjék el mondogatni, hogy, hogy ők az igazi Jahudim, az ők az igazi zsidók, azért mert ők körül vannak metélve, vagy ők majd így, vagy ezért, vagy azért jutnak be. Azért jut be mindenki, mert ha másiákban hisz, erre mondja azt, hogy ezek a dolgok, amiket csinál az ember, hogy nem eszik húst, vagy nem eszik disznót, hogy, hogy ekkor van az ünnep, meg akkor van. Ez csak árnyéka a dolognak. Arra, arra vezettek rá, hogy, hogy, a hithez eljusson az ember, hogy his szívből csinálja az egészet, hogy szívből keresse a mindenható. Ha másiáknak az árnyékai voltak, vezették az embereket el, ja, ha másiákhoz, a megváltóhoz. Azonban már eljött, mostantól ugyanúgy csinálniuk kell szívből, de már megvan az igazi, amihez vezettek, aminek az árnyékai voltak. Nem arról van szó, hogy ezek csak róz, ezek rossz dolgok voltak, és már nem kell csinálni semmit. Arról van szó, hogy ezek mutatták meg, ezek vezették az embert el ahhoz az élethez. Csak nem tudták csinálni szívből, meg nem volt még itt a megváltó. Nem volt itt a példa, nem volt itt az a, az, az atyafiúk, aki meghalt értük erre mutatott az összes tradíció, az összes ünnep erre mutat, ugyanúgy, ahogy most arra mutat a második eljövetelre. A páska, kovásztalan kenyér, mindegyik, Pentecost, és a többi, és a többi. Mutat a második eljövetelre, a királyságra, ahol így vannak a dolgok, ahol nem esznek disznót, meg nem vasárnap fognak kocsit mosni. Ne engedjétek, hogy visszavigyenek oda, ehhez, ehhez a fajta Szív nélküli hithez, amikor csak az ember robotként csinálja a, a parancsolatokat, és arról beszél, hogy ő körül van metélve, vagy ő Jahudim, vagy ő Izraelita, vagy akármi. És nem ragaszkodván a főhöz, ami ha másiák, akiből az egész test lett, ugye ő mutatta meg az utat, belőle ágaznak ki azok, a, akik követték, az apostolok és a többi, és onnan a többi ember, aki azokat követte, a kapcsok kötelek által a segedelmet vévén, egybeszerkesztvén a kapcsok kötelek, a parancsolatok, az instrukciók, az az életforma, hogy élnek, az az, ami egybe szerkeszti az egész szervezet, az egész testet. Ettől egy ez a csapat, hogy úgy él, ahogyan ő élt. Ha én nem úgy élek, ahogyan ha másják élt, akkor én nem tartozhatok hozzához a testhez, hiszen nevekedik Elohim szerint való nevekedéssel. Hogy lehetnék én Része ennek, ha össze-vissza élek, és pogány tradíciókat követek. Nem lehet valaki része ennek az egységnek, és az nem Elohim szerint való nevekedés, hogyha össze-vissza követ, meg mondja, és nem csinálja, meg azt csinálja, amit gondol, meg amit ez a, ez a csoport mond, meg az az egyház. Ha másiák a fő, ő mutatta meg, hogy hogy kell élni. Ő belőle lesz a test, a kapcsok, a parancsolatok és az instrukciók, ezek szerkesztik egybe, Elohim szerint, hiszen ezek az ő instrukciói. Így működik az, amit párról beszél. Ha meghalván ha másjákkal, megszabadultak e világ elemi tanításaitól, az emberi tanításoktól, miért terhelitek magatokat, mintha e világban élők volnátok e féle rendeléseken, ne fogd meg, meg ne kóstod, még csak ne is illesd. A szabályai a farizeusoknak, amikről mi nem tudunk de azt tudjuk, hogy nem lehet húst tenni 40 napig, nem lehet nősülni a katolikus, mit tudom én, mibe, nem, kezet kell mosni evés előtt, és a többi, és a többi. De nem feltétlen tudjuk mindent. Ez nem. A nem lehet, a mindenható törvényei nem lehet e világ, e világ elemi tanítása. Szóval ne fogd meg, meg ne kóstod, még csak ne is illesd, az emberek parancsolatai és tanításai szerint? Ugye a zárójeles rész hozzáadódik, amik mind a velük való élés által elfogyasztása vannak rendelve. Miért ne ehetne az ember hús? Minek kell nekem vegetáriánusok lenni? Miért ne ehetnék mosatlan kézzel? Mindenható nem hozott erre parancsot. És a többi, és a többi. Ha meghalván ha másiákkal, megszabadultatok e világ elemi tanításaitól, Miért terhelitek magatokat, mintha e világban élők volnátok e féle rendelésekkel? Ne fogd meg, meg se kóstol, még csak ne is illesd, az emberek parancsolatai és tanításai szerint? Akkor ez hogy vonatkozhat arra, hogy a mindenható milyen parancsolatokat adott nekünk? Mikor itt leírja, hogy az emberek parancsolatai és tanításai szerint arról van szó. Saul minden levele, minden bekezdése, minden szava, azt szorgalmazza, hogy az ember szívéből, hitből csinálja mindenható parancsolatait, és éljen a tara az instrukciók alapján. Amelyek bölcsességnek látszanak, mint az összes egyház, ugyan a maga választotta Isten tiszteletben és alázatoskodásban és test gyötrésében az összes vallás ugyanra ez jellemző. De nincs bennük semmi becsülnivaló, való, mivel hogy a test hízlalására valók semmi értelme nincs, hiszen nem követi a mindenható parancsolatait, hanem emberek parancsolata és tanítása szerint működik. Erről ír Saul. Bölcsességnek látszanak ugyan a maga választotta Isten tiszteletben, a maga választotta módszerben én baptista vagyok, én a hídgyülekezetbe járok, én Jehova vagyok, én keresztény vagyok, én katolikus vagyok, én muzlim vagyok. Mind jónak látszik a maga nemében és az alázatoskodásban, és a test különböző gyötrésében, de semmi becsülni való nincs benne, mert pusztán emberek tanításai. Így lehet értelmezni Kolosséjakhoz második fejezetet, és megérteni azt, hogy Saul, Pál nem biztat arra, hogy mindenfélét összeegyünk, hogy bármit lehet, vagy szabad a gazda. Hanem mint mindig, ezúttal is Nagyszerűen megfogalmazza azt, hogy a mindenható parancsolatait szívből kell csinálni a mindenkinek, úgy, ahogyan Yahusha másik tette azt, és akkor meghal az ember a világnak, akkor nem kerül a mindenható törvénye alá, hiszen az szerint él, és akkor szabadon élhet. Ez a szabadság tudva azt, hogy ő azt cselekszi, amit a mindenható akar, és azt csinál, amit akar, azokon a kereteken belül. És eljut a királyságba, és örök élete lesz, és ha másiákkal együtt, ahogyan ő a fő, ő is része lesz ennek a, ennek a fának, ennek a testnek, ennek az egységnek. Ha másképp él, nem lehet része az egységnek, hiszen az nem egység, hanem a széthúzás lesz. Mindenkinek a legjobbakat kívánok, és halleluja.